Az ifjúságiak között elért hatodik helyezést követően saját korosztályában esélyeshez méltó módon menetelt az aranyére, míg Tülgyes Dorottya a top 24 viadalon. A nyírbátori játékos a serdülők legjobbjait felvonultató győri versenyen selejtező csoportjában magabiztosan hozta mind az öt meccsét. A főtáblán sem változott sokat a helyzet, a tornán mindössze 4 játszmát engedett át másnak a fiatal játékos, aki az aranyérem mellett 160 ranglista ponttal is gazdagodott. Nem volt olyan nagyon nehéz. Első nap egy szettet buktam, második nap kicsit nehezebb volt, mert elkaptam egy vírust, és egész nap betegen játszottam végig. De ahhoz képest 4 szettet buktam, számomra az is nagyon jó volt, meg vagyok mindennel elégedve az eredménnyel is. Meg hogy mennyi szettet buktam, nekem az is tökéletes volt. A nyírbátoriak klubmenedzsere szerint a papírformának megfelelő eredmény született a győri versenyen. Dorottya eléggé kiemelkedik ebből a serdülő mezőnyből, de azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor a kötelezőt szinte még nehezebb hozni, mint egy bravúrt elérni. Veretlenül sikerült neki ezt a versenyt így végigjátszania. Igazából ez a legigazságosabb verseny, mert itt minden olyan játékossal játszik, aki a magyar ranglistán az első 10-be volt. A Lacska Iris volt az egyetlen olyan hiányzó, aki ott lehetett volna még ezen a versenyen. Tülgyes Dorottya január 1-től a 6. helyen áll majd az európai ranglistán. Számára az oszlavai Európa-bajnokság lesz 2019 főversenye. Elég erős már ott az élmezőny, főleg a világranglistán, mert ott tele van ázsiaival, de az Európa ranglistán is vannak, például románok, franciák, ők is nagyon erősek, és hogyha esetleg őket meg tudnám verni, számomra az nagyon nagy büszkeség és öröm lenne. Elsősorban az Európa bajnokságon szeretnék 4-be lenni, egyéniben, vagy vegyes párosban, vagy esetleg csapatban is, és ugye a többi nemzetközire is így 8 köz vagy 4-be lenni, az is nekem nagyon nagy teljesítmény lenne. Dorottya a jövő hetet a romániai Bistrican tölti, ahol egy minden igényt kielégítő edzőközpont áll az asztali teniszezők rendelkezésére. Karácsony után pedig a serdülő válogatott 7 játékos érkezik Nyírbátorba, hogy a hazaiak klasszisával kiegészülve készüljenek a következő év versenyeire.